rendezvénynek ez a 11. éve. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó rendezvény arra, hogy Hévízváros egy teljesen más szempontból mutatkozzon be, hiszen bemutatjuk azt, hogy alapvetően a turizmus hogyan kezdődött a Hévízen, akkor az embereknek milyen szokásaik voltak, milyen ételeket ettek, milyen ruhákat hordtak és milyen zenéket hallgattak. A Hévízi Szobakérdők Szövetségének a képviseletében érkeztük. Hagyományosan minden évben részt veszünk ezen a rendezvényen. Én a civil életben teniszezem, és utána néztem, hogy annak idején miben teniszeztek a hölgyek. Mindig egy felvonulással kezdődik a rendezvény maga, amikor is korhű ruhákban a hévízi lakosság, akár a vállalkozók, akár a különböző egyesületek, a szobakiadók felvonulnak, de jöhetnek úgymond idegen, tehát turisták is be tudnak öltözni és felvonulni. Én nem gondoltam, hogy ennyien fognak beöltözni, ennyi csapat van, akik egyáltalán vonulnak és részt vesznek ezen, de a vendégeknek a közelsége, a barátságossága, de egész Hévízre jellemző, azt gondolom, ez a barátságos közeg, ami részt vesz ezen az egész rendezvényen. Nekem nagyon tetszett, és jó érzés ebben a ruhában lenni. Minden évben nagyon szívesen jövünk erre a rendezvényre. Egy kicsit meg tudjuk idézni azt a régi, igazi békebeli hangulatot, és hát rengeteg olyan képünk van korábbról, ahol ezekben a ruhákban és viseletekben látjuk a fürdő vendégeit. Gyönyörű ruhákat láttunk a Városháza előtti téren, és csatlakoztunk mi is a menethez. Mint minden nőnek, nekem is tetszenek a gyönyörű szép ruhák, amiben itt a hölgyek, urak felvonultak. Tetszenek ezek a viseletek, akkor ez az életmód egy kicsit betekintést nyújt abba a világba. Egy picit visszamehetünk a múltba, egy picit élőbb, mint az, hogy most bemegyek egy múzeumba, és akkor látok ott egy bábon egy ruhát. Tehát itt ugye mindenki mozog, jön, megy, szépen be vannak különböző ruhák, öltözés, sokkal több mindent lehet itt látni, és hát élő, ez egy élő dolog. Azért tetszik, mert bevonja hogy itt az embereket is. Igenis pezsegni kell az életnek Hévízen, és ez a rendezvény ez egy olyan fűszer tud lenni a teljes éves rendezvény kínálatban, ami mindenképpen Hévízt ismét középpontba tudja helyezni, és egy teljesen más oldalról mutatja be. Nagyon fontos, hogy a közösséget kialakítsa, és a közös emlékek, a közös élmények, amiket éveken keresztül magunkkal viszünk. A fotókat visszanézve nagyon jó emlékek lesznek ezekből a napokból. Életemben először vagyok egy ilyen felvonuláson, fantasztikus az egész, mindössze 3 napja tudtam meg, hogy ide fogok érkezni. Csodálatos, minden nagyon jó, és nem utoljára vagyok itt ezen a rendezvényen.